Te se tudsz behódolni az uradnak? Nehezen hagyod, hogy ledomináljanak? Túlságosan önálló ember vagy, akinek nincs szüksége másra? Ne aggódj, van pár tutoriál videóm, amik segíthetnek leküzdeni ezeket a problémákat. A legtöbb férfi, amikor hazaér a munkából, csak egy kis csendre, nyugalomra, békére vágyik. Erre mi megsorozzuk 1000 kérdéssel, ráborítjuk a napi problémáinkat. Hogy mersz beszélni a szeretteidhez, amikor hazajönnek? Hogy mersz érdeklődni a napjukról? Nem hallottad, hogy külön kérvényt kell benyújtanod az önkormányzatnál, hogy hozzászólhass az uradhoz? Önző rohadék vagy. Ne szólalj meg, ne is lélegezz a mester jelenlétében, amíg ő azt nem mondja, mert különben megzavarod az auráját. Ráborítjuk a napi problémáinkat, de nem csak a sajátunkat, a szomszédét, a barátnőnkét, és esetleg minden ismerősünkét. Érted, mert minden nő egy pletykás cafka. Ebből áll a napi rutinjuk. Fodri, szoli, körmös, pletyi. Erre mi megsorozzuk 1000 kérdéssel. 1000 kérdéssel. Megkérdezett, hogy szia drágám, hogy vagy, milyen napod volt? Ez már túl sok. Ilyenkor már 100%-on fut a processzor az agyadba, már túlterhelődsz ennyitől. 1000 kérdéssel, mondjuk nem csoda, hogy elege van. Azért levegőt vesz a kérdések között, nem? És az asszonyokat szerinted hányszor cseszi idegbe az a sok inkompetens kérdés, amiket a párjuk tesz fel? Hogy melyik végénél kell megfogni a seprűt, vagy hogy hol van a mosógép, vagy hogy mi az, hogy ki kell mosni a feneküket szappannal is, mert különben nutella csíkos marad az alsó nadrág. Nyilván nem csak ilyenek léteznek. Ez a férfi a fotelben ülve azt se tudja, hogy éppen kinek a ballagásán van. Csak szeretne aklimatizálódni, megpihenni egy kicsit, és kilépni abból a szerepből, amiben benne volt 8-10-12 órán keresztül. Istenem, igazad van. Annyira sajnálom, hogy van egy párja, aki érdeklődik arról, hogy milyen napja volt, és hogy hogy érzi magát. Nagy teher ez. Egy like, egy ima. Miért nem megy el remetének, ha csak a falat akarja bámulni némán egész nap? Lehet számítani arra, hogy ha összeköltözöl egy emberrel, ő majd beszélni is fog hozzád, vagy ez ilyen váratlan fordulatként ér? Mik vannak? Eszik, alszik, és még beszél is? Elképesztő. Csak szeretne kilépni abból a szerepből, amiben benne volt 8-10-12 órán keresztül. Ugyanabból a szerepből, amiben a nő is benne van a munkahelyén, meg még otthon is családanyaként? Ja, sok esetben a nő munka után még bevásárol, főz, takarít, elhozza a gyereket a suliból, tanul vele, kimos. Vagy ezek ilyen magától értetődő dolgok, hogy automatikusan elvégzik ezeket a vagina tulajok. Persze a férfi is keményen dolgozik, és ez mind elismerendő, de sok esetben a nőknek gyakorlatilag pont emiatt, a felosztás miatt két munkahelyük van, tehát van a napközbeni állásuk, meg van az otthoni elvégzendő munkájuk. Remélem azért már kezd egyre jobban elterjedni, hogy egy háztartásban egyenlően osztják fel a házi munkát. Nem is várhatjuk el tőle, hogy ő abban a pillanatban, ahogy hazaér, egy romantikus, fantasztikus szerető legyen. Nem egy Don Juan latin csődör szerető karjaiba akar ugrani azonnal munka után, 4 óra 3 perckor, csak dumcsizna az emberrel, akivel összekötötte az életét. Nyilván le lehet kommunikálni, ha valaki tényleg annyira csendre és nyugalomra vágyik, akkor ezt így le lehet beszélni. Mondjuk ahhoz is beszélni kell, tehát nem tudom, lehet, hogy ez problémákat fog okozni, majd elküldi postagalomba, vagy nem tudom. Azért az olvasás nem túl nagy fáradtság, ugye? Egyszerűen csak próbálja túlélni a napot. Beesett a harcmezőre, és nekünk el kell látni a sebeit. Ha hazza, vagy hagyjuk egy kicsit pihenni, megülni, megnyugodni, akkor azzal. Ne állítsuk már be úgy a dolgot, mintha nők egész nap csak fetrengnének a kanapén, mint a görög istenek, szőlőt zabálva, meg sütkérezve, és a létezésük egyetlen értelme az az, hogy néma ápolónőt játszanak? Amikor a házúra hazaesik a harcból, beesik a harcmezőről? Dolgozni ment, jó? Nem a harmadik világháborúba, hála Istennek. What the fuck? Szóval ezért van szükségünk férfire. Én most már nem jelent semmit ez a szó. Mert kivétel nélkül mindegyikük tud autót szerelni. Szóval ez ilyen gyári beállítás náluk. Az okostelefonok wifi tudással érkeznek, a pasik meg 2005-ös Ford Focus kézikönyvvel a fejükben, már így bújtak ki az anyaméhből, érted? Lepacsiztak a dokival, aztán rohantak is haza olajat cserélni. Köldök zsinóról húzták magukkal az anyjukat, még azt sem várták meg, hogy elvágják. Annyira beüt a férfi ösztön, a szerelhetnék. De azért vigyázzik el, mert ha 18 éves koráig nem éri el a Forma 1-es box utcai szerelők gyorsaságát, akkor a többi férfi a családba kitagadja. Jó,
azt még megértem, hogy nem kezdesz el 220-at szerelni YouTube tutoriál alapján, de egy fogóra ne nézd már úgy, mint szűzlánya. Ne esz annyira kétségbe, mert azért egy perc alatt ki lehet googlizni, hogy mire jó az a fogó. Nyilván nem a fogadat kezded el kirángatni vele, tehát arra magadtól is rá tudsz jönni szerintem. Szóval azért, mert elromlanak néha otthon a dolgok, csak ezért tartsak férfit. Tudod, mennyi helyet foglal? Mégis hol tároljam a space-be? Az ilyen csajok egyébként csak azért akarnak otthon pasit tartani, hogy legyen, aki szerel? Mert akkor neked nem pali kell, hanem egy szakember, egy szerelő. Van egy gaming csatornám is, nagyon szeretek rajta sikoltozni horror gémeken. Csekkoljátok le, ott lesz a link a leírásban. Ha pluszban szeretnéd támogatni a munkásságomat, akkor csekkod le a csatornatagság funkciót. Ezzel nem csak szimplán engem támogatsz, hanem neked is jár egy kis apróság. Például tagok előbb nézhetik meg az új videókat, mint mindenki más. Kövessetek be Instagramon is, napi agymenésekért. Ez a mai média által nyomott baromság, hogy nőként nincs szükségünk a férfiakra, ez nagyon szennyező. Tökéletes példa vagyok. Itt vagyok karrierista nőként, aki több projekten dolgozik egyszerre, és közben mire vágyok? Arra, hogy biztonságban legyek. Nem hiszem, hogy ehhez több projektes karrierista nőnek kell lenni, hogy ne akar 0-24-ben életveszélyben lenni. Senki nem szereti veszélyben érezni magát, kivéve talán az adrenalin junkik, akik repcsiből ugranak ki ejtőernyő nélkül, mert úgy érzik jól magukat, amikor a GG-jükön dobog a szívük, de szerintem ők nem a többség. A biztonság utáni vágy egy alapemberi dolog. Arra, hogy biztonságban legyek. Hogy legyen egy párom, aki mellett nem kell a túlélésért küzdenem, és nem kell agyalnom, aki vezet. Miért eddig nem találtál el sehova sem egyedül? És ha egy olyan emberbe szeretsz bele, aki képtelen a vezetésre, aki már 13-szor megpróbálta letenni a jogsit, de még mindig nem engedték át, és örökre el is tiltották, mert az utolsónál elcsapott egy nyuggert az ebrán, mi van, ha se tudja majd, hogy melyik a jobb meg a bal keze? Hova fog téged vezetni? Vagy lehet, hogy ez nem metafora, hanem szó szerint azt akarja, hogy ő legyen mindig a sofőrje. Azt megértem, mert engem is szétcsesz az ideg, ahányszor be kell szállnom a kocsiba, tehát szétszorongom tőle csajos. De arra van taxi is, tudod, ha nem akarsz vezetni. Aki vezet? Hova vezet? Valami kincses térképet találtál, és kell hozzá navigátor? Hogy legyen egy párom, aki mellett nem kell a túlélésért küzdenem. Mintha mások arra vágynának, hogy egy partnerük legyen, aki levadásza őket. Mintha Hunger Games-re vágynék a saját otthonomba. Aki mellett érzelmileg és anyagilag is biztonságban érezhetem magam, és így lehetek anya. Most akkor egy párt szeretne, vagy egy kettő az egyben hitman pénzautomatát? Így gondoskodhatok a gyerekeinkről, a szerelmünkről, így foglalkozhatok önmagammal és a hobbimmal, ami nekem szerencsére a munkám. Tanárnő, igen, megint kérdésem van. Mi van, ha ezeket a dolgokat a párod is akarja majd csinálni? Akkor majd meg kell boxolnotok a helyért, hogy ki foglalkozhat önmagával, meg a hobbiával, vagy akkor a párodról hagyom meg, neki ezt nem lehet? Csak neked jár a self-care szakkör? Nem azért, mert nem tudom ezt megtenni önmagam, és nem is azért, mert nem akarom megtenni, hanem azért, mert lehet, és valószínűleg lesz is olyan élethelyzet, amikor én kiszolgáltatottabb leszek, amikor segítségre szorulok, és amikor nem lesz egyenlő a teherbírásunk. És lesz olyan is, amikor anyaként én a gyerekek felé fogom rakni az energiámat. És nem lenne jó csak azért visszamenni dolgozni, mert nincs egy erő mögöttem, ami megteremti nekem ezt a biztonságot. Nekem és a gyerekeknek. Eddig csak azt hallottam, hogy nekem. Kapcsolatban ketten szoktak lenni. Néha úgy érzem, hogy ezek a gondolkodású nők elfelejtik, hogy nem egy félelmetesen élethű, mesterséges intelligenciával megáldott robot férfihez mennek hozzá, hanem egy emberi lényhez, aki szintén kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, vagy szorulhat segítségre. Tudom, sokkoló, de létezik. Mindjárt te fogsz segítségre szorulni, ha nem hagyod abba annyi korgást. Őrizd meg a hideg. Remélem azért néha arra is gondolnak az emberek, hogy ők hogy fognak tudni segíteni az álom ATM-jüknek, ha ők lesznek bajban. És nem lenne jó csak azért visszamenni dolgozni, mert nincs egy erő mögöttem, ami megteremti nekem ezt a biztonságot. Nekem és a gyerekeknek. De a hobbiával továbbra is akarna foglalkozni, ami a munkája, tehát dolgozik, de azért nem lenne jó elmenni dolgozni egy olyan munkahelyre, ami többet fizet, amit ugye nem szeretne annyira, csak azért, mert rá van kényszerülve. De ezt az áldozatot mind vállalja be a Pali érte, hogy ő nyugodtan csinálhassa a hobbi munkáját, és persze, hogy a gyerekkel foglalkozhasson. Ennél meg az is reálisabb elvárás, hogy minimum 3 méter magas legyen, mert esküszöm könnyebb lenne valami kínzópadon megnyújtani a sípcsontomat, mint egy ilyen fokú terhet magamra venni. Okos és sikeres karrierista nők nem csak azért vannak, mert hogy ők erre születtek, és ez milyen jó nekik,
hanem azért is, mert így élnek túl. Aha, ja, vagy mert inkább választják az anyagi és érzelmi függetlenséget, mint egy szar kapcsolatot, amiben teljesen rá vannak utalva valaki másra, vagy sokkoló, de mert egyszerűen ezt akarják. Nem mindenkinek lesz jó úgy, ahogy neked jó. Ezért nem lehet csak úgy kijelenteni, hogy univerzálisan minden nőre ez a gondolkodás kéne, hogy vonatkozzon. Felépítettünk magunkban nőként egy elképesztően erős maszkulin energiát, és azt gondoljuk, hogy ez így jó. Mindenkinek más a jó. Neked úgy jó, ahogy te jól érzed magad. Nem más diktálja, hogy neked hogyan lesz jó. A fő probléma itt az, amikor univerzálisan próbálunk kijelenteni valamit, hogy ha így csinálod, ez nem jó. Tehát ha van egy nő, aki a maszkulin energiájával érzi jól magát, akkor az úgy neki jó. Akik hisznek ezekbe a maszkulin meg feminin energiákba, ők azt mondják, hogy ugye a férfiakra nyilván a maszkulin energiák a jellemzőek, a nőkre meg a feminin, és hogy ezekkel a tulajdonságokkal megszületünk, és ez a természetes, és ez így adva van. De mit akarnak ezek az energiák? Maszkulin energia célirányos, erős, fókuszált, szereti a kihívásokat, problémát megoldani, szabadságra vágyik, vág az esze, tiszta az elméje, komoly erőfeszítéseket tesz a céljaiért, ereje a külsőségekben is megmutatkozik, kreatív, vágyik az elismerésre, független. Na most, ha belegondolsz, akkor ez mind csak a férfi ismerőseidre jellemző. Feminin energiánál szerepel pedig az, hogy nem racionális, érzelmes, empatikus, előtérbe helyezi az érzéseket, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, szabad, nyílt, ragyogó, innen állapíthatod meg, ha egy nő igazán feminin, ha ránézel és gyorsabban okoz a látványa szemkárosodást, mintha egyenesen a napba bámulnál bele, vad, pusztító, érzelmek irányítják, gondoskodó, bolhából elefántot csinál. Ha? Figyelemre van szüksége, erősségük az öngondoskodás és az önszeretet, maszkulin férfiak nem is érezhetnek önszeretetet. Férfi társaim, utáljátok magatokat, nem? Attól lesztek igazán férfiak. Belenézel a tükörbe reggel és leköpöd azt, amit látsz. Ha az alapján megnézzük ezeket a tulajdonságokat, hogy a maszkulin ugye az erős, a vezető, a racionális, a logikusan gondolkozó, a feminin meg az érzelmes, drámai, de gondoskodó, meg szeretetteljes, meg empatikus, megint csak ott ükadunk ki, hogy az ideális feminin energiával rendelkező emberek gyakorlatilag be vannak csicskítva a maszkulin energiával szemben. A maszkulin ember legyen a vezető, és a feminin ember húzza meg magát, maradjon csendes. Értem én, hogy az emberi agynak rendszerezettségre, címkékre van szüksége. Az embereket mindig kategóriákba, dobozokba szigorúan be kell rendezni ahhoz, hogy könnyen be tudják őket határolni. De ezek mind hatalmas, irracionális általánosítások, mint például, hogy a nő egyetlen fő vágya az, hogy ő szüljön és anya legyen. Egészen más vágyak jönnek felszínre, amint teret adunk a többi lehetőségnek is, mint amik ellen most panaszkodott is ez a hölgy. Ezekkel a címkékkel besoroljuk egymást bizonyos kategóriákba, amik nem azt mutatják, hogy milyenek vagyunk valójában, hanem ezek inkább határt szabnak ahhoz, hogy milyenek lehetünk a társadalmi elvárások és a biológiai nemünk alapján, hogy milyen személyiségjegyeink lehetnek, hogy milyen vágyaink, ösztöneink lehetnek, hogy milyen céljaink legyenek, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy milyenek szeretnénk lenni, ha te otthon ülő anyuka szeretnél lenni, te dolgod, legyél boldog. És ha mást azt tesz boldoggá, hogy karrierista nő, akkor őt azt teszi boldoggá, és te nem szólsz bele abba, hogy ő nem jól csinálja, meg ő se szól be neked, hogy te nem jól csinálod. Ezek nem feminin, maszkulin energiák, hanem emberi tulajdonságok, amik teljesen személyfüggők. Ahány ember, annyi fajta ilyen tulajdonságból épül fel az egyéniség. Felépítettünk magunkban nőként egy elképesztően erős maszkulin energiát. Magyarul függetlenedtek és a saját sarkukra álltak, hogy merészeled, vigyázz, nehogy eljöjjön érted álmodba a sátán, amiért így mersz lázadozni. Ne told túl a sikert, mert még a végén azt hiszik, hogy megszállt valami démon, aztán visznek a mágiára. Ez csak munka. Ez csak karrier. Felépítettünk magunkban nőként egy elképesztően erős maszkulin energiát, és azt gondoljuk, hogy ez így jó. Mert ezt kell hinnünk ahhoz, hogy megőrizzük a méltóságunkat. Neked nem lehet úgy jó, mert ő jobban tudja, hogy neked mi a jó. Ő nem csupán egy több projektes, karrierista nő, aki biztonságra vágyik. Nem, nem. Ő gondolatolvasó is. Lehet, hogy ő biztonságra vágyik, de ha így belelát mások fejébe, akkor mellette én nem érezném magamat biztonságban. Mert mi van, ha álmomban kibarkóbázza az agylebenyemből a bankkártya adataimat. Mondjuk nem megy vele sokra, mert nincs semmi a számlámon, de a lényeg, hogy ő jobban tudja, hogy mi kell neked, szóval most azonnal keljél föl, köpt
pofán a főnöködet, jó? Azért, amiért dolgoztatni mert. Ízzisd be azt a bébi csináló gépezetet nagyon gyorsan, ha igazi nő akarsz maradni, mert különben el fogják kobozni tőled a méhedet. Ha egy lány úgy érzi, hogy nincs biztonságban, akkor gyakran könyvekbe, vagy információgyűjtésbe, a tudásba, vagy mondjuk egy munka mögé menekül. Szerintem az éhen döglés elől menekül a munka mögé, de mindegy. Vagy mondjuk egy munka mögé menekül. Mert ha sokat tudsz, akkor az meg tud védeni. Vagy szimplán azért, mert nem akar egy híd alatt éhen pusztulni. Nem kell vesztegetned az idődet olvasással, meg tanulással. Nem menekülj tovább a tudásba. Hagyd ott az egyetemet. Nem kell neked az. Ideje szembenézned azzal, hogy te menekülsz, és nem tudásra vágysz, meg nem érdekel valami szak. Nem. Te csak menekülsz. Ha okos vagy, akkor többet kereshetsz. Vagyis a tudás és a lehetőség, amit ad, az biztonságot nyújt. De emögött hiány van. Mert Isten ments, hogy egy nőt érdekeljen bármi más a gyereknevelésen kívül. Ki hallott már ilyet? Te is csak azért tanulsz, mert kók benned az üresség. Persze sokunkban lehet valami hiányérzet, mert társas lények vagyunk, hát begajdulunk, ha 24-ben egyedül bámuljuk a falat, de emiatt nem mindenki akar majd családot alapítani. És a legtöbb nő hiába mondja, hogy sikeres akar lenni, és feljebb akar jutni a ranglétrán. Tudjátok, hogy mi van mögötte? Annak a vágya, hogy hátradőlhessen végeredményként. Biztonságban érezze magát. És ezt a biztonságot csak egy férfi tudja megadni? Bocs, leszbikus párok, ti örökre kivagytok zárva a biztonsági zónából. Meleg srácok, ti duplán védettek vagytok, jó? Mert nálatok két férfi is van. Tehát ha egy nő minél több palit tart, akkor annál erősebb lesz otthon a tűzfala? És ha egy egész háremet kerít maga köré, akkor legyőzhetetlenné válik? Áthatolhatatlan védelmi rendszere lesz? Mi másért akarnál nőként vezető lenni? A hatalom? Miért? Lehet, hogy így van, de hogyha így van, akkor az egy nagyon nagy hiba. A hatalomvágy létezik, de ez egy torz motiváció. Nézz körül a világban, hogy mit okoz. Mi nők gondoskodni akarunk ösztönösen, evolúciós programként. Te naív nőstény! Nem érted, hogy biológiailag beléd van kódolva, hogy nem vágyhatsz hatalomra? Ne menj dolgozni, ne akar dacolni az anya természettel. Be vagy programozva, ez vagy. Egy evolúciós program. És ha ettől eltérsz, az is valószínű azért van, mert vírust kapott az operációs rendszered. Megint biztos valami rohadt extrém felnőtt filmet próbáltál letölteni, aztán bekaptad a trójait, hogy nem frissítetted időben a Windows-odat, azért nem akarsz gondoskodni. Sajnálom, vissza kell, hogy küldjünk, mert gyári hibás vagy. Mi nők gondoskodni akarunk ösztönösen, evolúciós programként. Vagy egy csomó férfi is létezik, akik szeretnének gondoskodni, akkor most ők is nők? Mind nők vagyunk? A hatalomvágy létezik, de ez egy torz motiváció. Nézz körül a világban, hogy mit okoz. A siker és a függetlenség iránti vágy nem feltétlen egyenlő azzal, hogy hatalmat szeretne az illető, mert a sikernek rengeteg formája lehet. Az, hogy én akarok lenni a valaha volt legjobb gipszkartonozó, az nem azt jelenti, hogy világuralomra akarok törni, és mindenkit le akarok igázni. Ez csak arról szól, hogy nyugodtan lehessen a nőből is például hidegburkoló, ha az akar lenni, anélkül, hogy kinéznék a munkahelyéről, azért, mert ő hidegburkolónak ment, és nem családanyának. De nem tudom, hogy hányszor kell még elmondani, mert ez annyira nem komplikált. Gondoskodni akarunk magunkról, a szeretteinkről, az is lehet, hogy a világról. Azért küzdünk egészséges lélekkel, hogy egy jobb világot hozzunk létre. Kikérem magamnak! Az én lelkem messze van az egészségestől. De egy jobb világban nem kellene küzdeni, ott nem versenyeznénk. Igen, egy jobb világban nem kéne küzdeni, nem? Ott automatikusan megkapnád a háziasszony anyci kártyát, és már potyogna is ki belőled a baba, miközben apci ATM 20 000-esekkel legyezget. És ez a kör csak akkor tudna véget érni, hogyha te, mint erős nő, találnál egy nálad erősebb férfit, aki mellett hátradőlhetsz, aki megtart, és aki biztonságot nyújt. És amúgy itt a férfi is hátra tudna dőlni? Vagy túlságosan lefoglalná az, hogy nálad erősebb maradjon, hogy megfeleljen számodra az ő alfasági szintje? Férfiként valaki ezzel állna elém, tiltás! Törlés. 0-24-ben flexelnem kéne a mellizmaimat, mint valami katonai kiképzésen, úgy érezném magam. Biztos van olyan ember, akinek nem ennyire elvetemültek ezek az elvárások. Szívből kívánom, hogy találjatok egymásra, és éljetek boldogan örökké. De hogyan akarod elvárni a férfiaktól, hogy erősebbek legyenek, hogyha átveszed az irányítást, hogyha ledominálod őket? Nehogy már attól domináljak le valakit, hogy nem vagyok kiszolgáltatva neki, meg hogy megélem a saját sikereimet a saját életemben. Szóval
legyél erős nő, de ne túl erős, nehogy szegény másik fél ne tudjon ledominálni téged, hát hogy nézne az már ki, mint egy normális erőviszonyokkal rendelkező kapcsolat. Jézusom. Érdekes, hogy arra sosem térnek ki az ilyen proféták, hogy miért próbálnak ennyire függetlenedni a nők, és hogy eddig kiuralt lekit, például azt sosem említjük, hogy eddig a nők el se válhattak, nem szállhattak ki katasztrofális, gusztustalan kapcsolatokból, nem lehetett saját bankszámlájuk, saját telkük, nem szavazhattak, még a munkahelyekre se engedték be őket, szóval szerintem, ha ezt a részt is beveszük a számításba, akkor egy picit úgy érthetőbb lesz, hogy miért akarnak ennyire függetlenedni és maszkulinabbak lenni a nők. Nem volt választásuk, és ezt megelégelték. Mert eltartani saját magadat még mindig könnyebb, mint kiszolgáltatva lenni egy olyan kapcsolatban, ahol érzelmileg vagy esetleg fizikailag is tönkretesznek. De várjunk, mert az előbb más hangzott el. Így gondoskodhatok a gyerekeinkről, a szerelmünkről, így foglalkozhatok önmagammal és a hobbimmal, ami nekem szerencsére a munkám. Ha van egy hobbid, ami a munkád, tehát dolgoznál, miközben gyereket nevelsz, akkor hogy fog ledominálni az urad csajos? Akkor te miért nem hódolsz be? Vagy csináld ingyen a munka a hobbid, nehogy berezeljen a palid a hatalmadtól. Hogyha ledominálod őket. Ez egy tánc. Jó, van, hagyja engem a tánccal sétálni, alig tudok. Ma rengeteg nőnek meg kellene tanulnia finomabbnak lenni, és rengeteg férfinek meg kellene tanulnia azt, hogy hogyan találja meg újra az erejét. Ez nem alá-fölé rendeltségi viszony, és nem elnyomás. Nem kell semmit sem megtanulnia. Nem elnyomás. Te takarodj el vissza a trónra uralkodni. Te meg takarodj el vissza a konyhába. De amúgy ez nem elnyomás. Csak a természetes rend visszaállítása, amiben az egyik fél hagyja, hogy ledominálják, mint a ketrecharcban. De ez nem elnyomás. De ez pontosan az. Ha bele van kényszerítve az ember, akkor de. Azaz, ha ezt választod önszántadból, mert te ezt szeretnéd, akkor nyilván nem az, ez a te döntésed. Ez szerint az egyik félnek meg kell tanulnia újra becsicskulni, fel kell adni az önállóságát, hogy a másik le tudja dominálni, uralkodni tudjon felette és vezetni tudja, mintha ő nem tudná saját magától, hogy melyik a bal meg a jobb lába. Felnőtt ember vagy nem, Tesco-ba eltalálsz, akkor máshova miért nem? Mindez azért, hogy a másik fél ne érezze veszélyeztetve magát, mint valami kialóban lévő állatfaj. Nem orvvadászok ezek a nők, csak más céljaik vannak, mint neked. Ne kelljen már feladnom saját magamat azért, hogy te jobban érezd magad, hogy ledominálhass. Miért kell egyáltalán ledominálni? Tudod, mit jelent az, hogy dominálni? Vezető vagy főszerepet kap, uralkodik, irányít, kiemelkedik, kitűnik, túlsúlyban van. De azért ez nem elnyomás. Szóval feladod a saját álmaidat, csak azért, mert másképtelen szembenézni a saját hiányosságaival? Vagy inkább keresel olyat, aki magabiztosabb, aki veled együtt tud örülni a sikereidnek, vagy aki esetleg kevésbé magabiztos, de hajlandó dolgozni az ilyen problémáin. Lehetsz kenyérkereső férfiként, és lehetsz otthon ülő családanya, de az nincs rendben, hogy belekergetsz másokat ebbe a felállásba, azzal, hogy rájuk ijesztesz, hogy örökké egyedül fognak maradni, ha nem viselkednek egy bizonyos módon. Ez elég korlátozó, meg manipulatív. Nem elnyomás, hanem egy olyan harmonikus szerepvállalás, amiben kiegészítve van meg a szerepünk, amiben támogatjuk egymást. Az egymás kiegészítése és a harmonikus együttélés nálam az, hogy mindenki csinálja azt, amit szeretne, meg amihez ért, úgyhogy felosztjuk a tennivalókat és megbeszéljük, hogy ki mit szeretne. Nem bekorlátozzuk a másikat és megmondjuk, hogy jó, te csak ebbe a sarokba operálhatsz, én meg ebben a sarokban operálhatok. Senki sincs kizárva bizonyos területekről. Amit ő mondott, mindenkinek megvan a saját kis játszósarka, kis fenség területe, és azon belül mozoghat csak. És ha onnan kiteszi akár csak a lábujját is, az már szentségsértés. Ez a legdurva határokat szabhatsz az embereknek, csak azért, hogy megfeleljenek valamiféle elvárásnak. A lényeg, hogy megvan adva a lehetőség, hogy az emberek úgy éljék az életüket, ahogy szeretnék, és hogy elengedjék ezeket a berögzült, káros társadalmi elvárásokat és szokásokat. Szóval ne próbáljuk már elhitetni másokkal, hogy csak azért, mert ők máshogy képzelik az életüket, ezért nem érdemelnek egy jó partnert. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz föl, és hozd meg a barátaiddal is, hogy minél több emberhez eljusson. Találkozunk a következő videóban. Peace!